A Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Tekvandó Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Kovács László, a Magyar Ökölvívó Válogatott Szövetségi Kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Túl vagyunk jó pár országos bajnokságon is, többek között a felnőtt férfi országos bajnokságon is. A Nemzeti Sport azt írta, hogy kellemes és kevésbé örömteli váratlan történések az országos bajnokságon. Egyetértesz ezzel a címmel? Valóban persze, ilyen volt ez az idei felnőtt országos bajnokság? Én úgy gondolom, hogy létszámában, egyesületi létszámában egy egész figyelemre méltó magyar bajnokság volt. Hát közel 45 egyesületből 110 fő indult a magyar bajnokságon, ami azért volt érdekes, hiszen volt egy olyan időszak, mikor a ifjúsági korcsoport utolsó évesi fiai részt tudtak venni, és azzal együtt, annak a létszáma együtt kb. 110 fő volt. Most önállóan ugye a felnőtt versenyzői létszám 110 fő, ami tényleg egy ilyen elég kellemes. Ez a súlycsoportokból is meglátszott, bár a középső súlycsoportok voltak igazán megtelve. A két vége, tehát az alsó súlycsoportokból kettő és felső súlycsoportokból kettő, az nem annyira. De én úgy gondolom, hogy egy teljes meglepetésekben gazdag, jó színvonalú mérkőzéseket láttunk. Melyek voltak a legnagyobb meglepetések? Hát meglepetésben ugye úgy kezdődött, ha lehet azt mondani, egy váratlan és negatív meglepetéssel, hogy a Hacsa Zoli kiütéssel szenvedett vereséget, ami nem igazán kalkuláltunk be. Egy nagyon jó felkészült versenyzőt láttunk ugye az első mérkőzésen és a második mérkőzésen. Volt egy, én úgy gondolom, hogy egy figyelemkoncentrációs hiba miatt egy véletlen pofonba belelépett, és sajnos így, de befejeződött. Ugye Csiki Zoltán volt az, aki kiütött. Jól tudom, hogy Kőbányán? Kőbányán, igen, sportol. Kőbányai Egyesületben van leigazolva, és ő természetesen ugye a döntőbe is bejutva mérkőzött Bacskai Balázsa a döntő, a magyar bajnoki címért. Az milyen meccs volt a döntő? Látszott, érződött a Csikin, hogy megnőtt az önbizalma, hogy kiütötte az olimpiai 5. helyzetet, vagy teljesen egyértelmű volt, hogy a Benji a szorító, ő van otthon, ő a jobb? Hát én úgy gondolom, hogy maga a tényleg egy ilyen, a kiütés az egy meglepetés erejű volt, de nem igazán ér többet. Tehát az ökölvás az egy ilyen sportág. Hiába nyert helyzetben vagyunk, akár az utolsó másodpercig, akkor is benne van a sportágban, hogy bármelyik pillanatban meglepetés történhet. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kicsikét túlfavorizáljuk az ügyet, hiszen mindenhol előfordulhat egy ilyen lehetőség. Persze ez nem kicsinyíti Csikinek a felkészülését, az eredményét, hiszen ő a döntőben is megállta a helyét, bár Bacska én úgy gondolom, hogy fölényesen tudott nyerni, tehát azzal a higgadt bunyóval, biztonsági bunyóval, amit ő ott teljesített, azzal úgy gondolom egyértelműen a magyar bajnoki címet meg tudta szerezni. Tehát 75 kilóban ez volt a meglepetés, volt-e máshol meglepetés? Hát igen, hiszen az ifjúsági versenyzők, akik már, tehát a fiatalabb versenyzők, nem ifjúsági, fiatalabb versenyzők, azok azért szépen szerepeltek, itt azért gondolok 56 kilóban akár a Szőrösre, akár a Gálosra, aki később magyar bajnok lett, 60 kilogramban ugye szintén a Gálos Roland, aki újdonsült magyar bajnoki címet szerzett és elhozta Varga Mikitől, de azért meglepetés volt ugye a Benkő Lacinak is a szereplése, aki számunkra egy fiatal srácként, feltörekvőként magyar bajnoki címet szerzett ugye Szilvai párossal, és nem utolsó sorban 91 kg-ban Sávoly Gergőnek az eredményes szereplése. Tehát ők voltak a meglepetések, de azért hozta magát fiatalként szintén a Hámori Ádám 81 kg-ban, ami igen csak figyelemre méltó, hiszen a következő időszak fontos feladatai az, hogy pont ezeket a fiatal versenyzők, vagy fiatalabb versenyzőket megfelelő menedzseléssel felkészíteni ugye úgy az Európa-bajnokságra, világbajnokságra, hogy esetleg a kvalifikációs listába is be tudjanak csúszni.
Volt-e negatív, amivel azt mondja, csalódtál valamelyik ökölvívóban, többet kellett volna nyújtania? Hát nyilván minden olyan mérkőzés, ami vesztesnek minősült, akkor azért picit csalódik az ember, hiszen akkor az azt jelenti, hogy nem azt a teljesítményt hozta, vagy amit szeretett volna hozni, vagy amit elvártunk, de én úgy gondolom, hogy kirívó csalódás nem volt. Többé-kevésbé a papírforma érvényesült már, mint a negatív oldalon, vagy akár a pozitív oldalon, de természetesen számot kell venni azokat a versenyzőket is, akik most még nem azt a szintet érik el, hogy a magyar bajnoki címet vagy döntőbe tudnak jutni, de megfelelő képességgel rendelkeznek ahhoz, hogy a későbbiekben akár ott, magyar bajnoki döntőben, vagy akár a nemzetközi élvonalba is be tudnak jutni. Ha 2016 szemüvegén keresztül nézzük a mostani felnőtt országos bajnokságot, hány olyan ökölívó van, aki a képessége alapján megérdemelni, hogy ott legyen az olimpián? Hát ha így nézzük, akkor remélem, hogy elég sok, meg azt is látom, hogy elég sok, hiszen 56 kiló, 60 kiló, az 69 kiló, 75 kilóban ugye akár két ember, és 81 kilóban ezekben a súlyokban vannak olyan személyek, akik mindenképpen a képességeikből adódóan ők ott tudnak lenni, vagy szerepelhetnének az olimpián, de sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet. Az, hogy valakinek a képessége megvan rá, az még nem predesztinálja, hogy az olimpia résztvevője lesz, hanem nagyon komoly felkészülési procedúrán kell keresztül menni, de nem csak a felkészülés a nagyon fontos, hanem ugye a kvalifikációs rendszer is, ami egy picit talán nehezebb, mint az elmúlt időszakban, hiszen azt a létszámot, ami eddig az amatőr ökölvívásnak megvolt, ez a 250 fő, azt most elég rendesen redukálták, hiszen az AIBA-nak van egy félprofi szervezete, illetve két félprofi szervezete, a VSB és az APB, ahonnan külön kvalifikációs lehetőség van az olimpiára való részvételre, és ezért ugye mindenképpen az amatőr részlegnek egy kicsit kevesebb hely marad. Ami azt jelenti, hogy ugye a világbajnokság marad jövő 2015-ben, és 2016-ban marad egy európai kvalifikáció és egy világjátékok. Tehát három olyan lehetősége van, nagyon szűk létszámmal, nagyon szűk kerettel, amivel lehetősége nyílik a versenyzőnek arra, hogy az olimpiára kvalifikálja magát. Ha jól számoltam, akkor minden esetre azt el lehet mondani, hogy a mai magyar felnőtt ökölvívó mezőnyben van 5-6 nemzetközi szintű ökölvívó. Tehát olyan, aki a világeseményeken is megállná a helyét, képessége alapján nem képessége lógna ki. Alapján ott mindenképpen. Lehetne, nyilván ugye? Azért itt a tapasztalat, a rutin és a versenyre való felkészülés, és az adott forma állapota az, ami meghatározza a teljesítő képességet. Igen. Jó, de akkor minden azért rendelkezünk 5-6 minőségivel, akkor így ugye? Így van. Az egy más kérdés, ebből mi jön ki, hogy tudjuk ebből őket. Azért kell látni, hogy 60 kg-ban ugye két emberünk van, 75 kg-ban két emberünk van, és abban a pillanatban ugye az az öt ember az már leredukálódik három súlycsoportra, ami már azért nem olyan nagy a merítési lehetőség. Itt az OB-n volt egy testvérpár. Aranyat szereztek. Mit lehet róluk tudni? Kik ők? Mennyire kell rájuk odafigyelni? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen oda kell figyelni, hiszen fiatal korban elkezdett ökölvívó pályafutásával az idősebb Gálos Roland, ugye, aki 60 kg-ban van, és Gálos Viktor, aki 56 kg-ban van. Az eredményesebb, ugye az idő, kvázi idősebb, mert ikrekről beszélünk, tehát idősebb, mi úgy tekintjük 60 kg-ban lévő Roland, aki az Európa-bajnokságon, ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, ami mindenképpen azt mutatja, hogy meghatározója lehet a súlycsoportnak, de azért azt kell látni kell, hogy az eredményesség mellett nem szabad elfelejteni, hogy azért a sportágok bonyolultsága miatt
azért mi nagyon sok tanulnivaló van, nagyon sok tapasztalatszerzési lehetőség és feladat van, amit el kell sajátítaniuk, és csak akkor fognak tudni beérni, akár a 2016-ra, de igazából 2020-ra a következő olimpiára. Akkor a Harcsa testvérek után egy újabb testvérpáros van akkor a magyar ökölívásban. Így van, így van. És mindenhol vannak jók. Hát természetesen, mind a természetesen, hiszen ha a képességeket nézzük, azért két ilyen testvérpára, de ugye nem kell messze, volt nekünk Bedák testvérpárunk igen, is. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy családon belül van egy olyan inspiráció, hogy egymáson egy picikét túltenni, egy picikét jobb eredményt elérni, ami nagyon-nagyon előre viheti a belső motivációban a versenyzőket, de azért az nagyon remélem, és talán ez a legfontosabb feladata most nekünk az ökővásba, hogy súlycsoportokon belül is legyenek olyan rivalitások, olyan rivális partnerek, aki meg tudja a súlycsoport minőségét dobni. Tehát nekünk fontosak az, hogy egy ember ne írtsa ki a súlycsoportját, tehát ne csak egyedül ő legyen az igazi meghatározó, hanem két-három olyan versenyző mindenképpen legyen, ebben a menedzselésben, a felzárkóztatásban tudunk segíteni, hogy ők azért egy belső versennyel, egy belső rivalizálással mégis a világ élvonalába tudják magukat hajtani, ugye, akár hárman, ketten-hárman. Sokan azzal foglalkoznak már most, hogy mi lesz 75 kilóban. Mi alapján dön majd a kapitán, hogy kimenjen, hogy lesz Harcsa, Vacskai Balázs? Hát én úgy gondolom, hogy még ebben igazából nem kell dönteni, hiszen nagyon sok feladat van, felkészülési feladat, és nagyon sok menedzselési feladat van, és nagyon sok verseny. De azt azért látni kell, hogy mind a két versenyző képes nemzetközi szinten eredményességet elérni. Jelen pillanatban ugye azt kell nézni. Hát ugye Benji is 2010-ben Európa bajnok lett. Tehát... Így van, így van. Tehát két nagyon komoly versenyzőről kell beszélni, és pontosan ezért is nagyon fontos, hogy felelőtlen nyilatkozatot nem lehet tenni. Hiszen mind a két versenyzőnek megvan az elképzelése az olimpiai szereplésről, az olimpiára való kijutásról. Én úgy gondolom, hogy nekünk menedzselni kell, nekünk lehetőséget kell biztosítani a felkészülésre, lehetőséget kell biztosítani arra, hogy ők megfelelő módon tudják azokat a nehézségeket venni, ami egyébként ebben a felkészülésben, menedzselésben, versenyeztetésben van, és utána természetesen majd eldönti az élet, hogy ki az, aki a legjobb formában, legjobb állapotban, és nem utolsó sorban a legjobb teljesítményben, hiszen addig egy nagyon sok teljesítmény sorozaton kell észlelni, és a világ ranglistán is ott kell lenni olyan helyen, olyan szerepben, ami mindenképpen egy kiemelési pozíciót tud biztosítani a versenyző számára. Na most egyes hírek szerint Bacskai Benji ebből a szempontból tulajdonképpen handicappel indul, mert jól tudom, Harcsa Zoli ugye 75 kg-os világranglistán az elsődben benne van, a harmadik? Így van. A mostani állapot nyilván, na most ez még lehet jobb is, lehet rosszabb is, hiszen az elkövetkező időszakban indulnak meg azok a versenyek, azok a lehetőség, ahol a világranglistán a pozíciót, azt meg lehet erősíteni, vagy gyengíteni. Igen. Én úgy gondolom, hogy elég kemény harc indul el mind a két versenyzőnél, hiszen Bacskai az utolsó nemzetközi verseny Tamperében első lett, a torna legjobbja, ezzel pontszámokat szerzett, tehát ő is elindult azon a lépcsőn, ahol a pontszámokat be lehet gyűjteni, meg lehet szerezni, és hát nyilván a következő időszak arról fog szólni, hogy minél több olyan A-kategóriás versenyen tudjunk szerepelni, akár megnyerve, akár ott a legjobbak között tevékenykedve, hogy minél több pontszámot lehessen szerezni, és minél jó pozíciót tudjunk elfoglalni a világranglistán. Egyes hírek szerint a vasas ökörjú szakosztályában közre fogsz működni valamilyen szinten? Ott leszel hát a háttérben? Erről most én nem tudok, hogy mi lesz következő időszakban. Tehát nekem feladatom szakmai vezetőként, hogy minden szakosztálynál segítsek. De nem csak a vasasnál, nekem ugyanúgy, ha azt nézem az akadémia rendszernél, minden akadémiánál ott kell lennem mögötte, szakmai munkában is irányítással, ha természetesen kérik. Nem volt még olyan
ökőjó egyesület szakosztály, aki a szakmai segítségemet kérte, és annak ne segítsek. Uh-huh. Ebben természetesen benne van a Vasas, de ebben benne lehet egy MTK, benne lehet egy akár egy Fradi, bár ő nem kéri, de benne lehet bármilyen uh-huh. egyesület, akinek én nagyon szívesen is folyamatosan tudok segíteni. Akadémiák mennyire voltak jelen az országos bajnokságon? Mennyire lehetett látni? Melyik bajnokságon? Most a felnőtt országos bajnokságon. Felnőtt országos bajnokságon még nem tudnak jelen lenni, hiszen az akadémiáknak, az utánpótlás akadémiáknak nem a felnőtt élsportban való szereplés egyelőre a feladatukon. Nekik az elitképzés olyan szinten, hogy az utánpótlás versenyzőknél, akik tehetséges gyerekek, azokat megfogva, kézen fogva vezessék és próbálják úgy menedzselni, meg a környezetet biztosítani, hogy az a nemzetközi élvonalra mindenképpen elfogadható legyen, és megtartani a sporták számára azokat a tehetségeket, akik majd a későbbi időszakban, és ez egy nagyon fontos dolog, tehát a felnőtt korcsoportra, ifjúságiból a felnőtté válás korcsoportjában fog tudni segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy most eredményesek voltak, hiszen az akadémia rendszerben már lehet látni, hogy az utánpótlásban a nemzetközi eredményességünk az nem volt rossz, hiszen juniorban és ifiben egészen szép eredményeket értünk el. Ez sejteti azt, hogy az a rendszer, amit kitaláltunk, az működőképes, az már egy más kérdés, hogy szakmailag, szervezésileg mennyire kell erősítenünk. De ez az első időszak tapasztalatainak a lezárása, értékelése fogja igazából meghatározni azt, hogy mennyire kell belenyúlnunk abban a rendszerben, ami most ugye fölállt és jelen pillanatban működik. De én úgy gondolom, hogy a fejlődést biztosítva mindenképpen folyamatosan alakítani kell úgy szakmailag, mint formailag, tehát szervezetileg az akadémiai rendszerünket. Akkor az akadémiák körül 2-3 év múlva tudnak majd úgymond kitermelni igazi felnőtt ökölvívókat? Tehát addig még várnod kell? Mindenképpen, de azért azt el kell mondanom az egyesületek vezetői, edzői nevében, hogy nem az akadémiák nevelik ki a eredményes versenyzőket, az egyesületek nevelik ki. Ez egy nagyon fontos dolog, hiszen az egyesületekben, a végvárakon olyan egyesületi edzők dolgoznak, akik mindenképpen megfelelő szakértelemmel, odaadással próbálják istápolni a gyerekeket az akadémiáknál. Az egy fontos feladat, hogy a környezetet tudjuk biztosítani számára a tehetséges gyerekeknek. Tehát egy feladásos rendszert kell elfogadnunk ma az ökölvásban, az, hogy tehetséges gyerek, aki eredményes volt a magyar bajnokságon, az egy új lépcsőben, egy akadémiában, egy koncentrált feladatban, koncentrált lehetőségben vesz részt, és ez a lehetőség, ez a feladatmegoldás, ez az edzés módszerek, azok adják meg azt a pluszt, azt a lehetőséget, plusz még, hogy a világ élvonalában, itt az utánpótlás világ élvonalában be tudjanak érni. És természetesen, hogyha ezt jól kezeljük, és jól tudjuk tovább menedzselni, akkor akár egy U23-as programmal a későbbi időszakban a sportákban való megmaradást erősítve, majd később felnőtt korcsoportba is beérhetnek ezek a gyerekek. De igazából ez 2020-ra lesz, ami, és ezt erre is mondani, hogy 2020-ban mindenképpen az a garnitúra, aki ma juniorban megmutatta, hogy nemzetközi szinten eredményes tud lenni, az 2020-ban ott lesz az olimpián. Ez még odébb van, most viszont ugye volt egy viszonylag unalmas esztendők, ugye felnőtt ökölvívásról beszélve nem volt EB-VB, 2015 már azért egy kicsit izgalmasabb lesz. Hát hogy vártok neki, mikor kezditek el konkrétan a felkészülést a 2015-ös menetelésnek? A 2015-ös felkészülés már elkezdődött, tehát az hiba lenne, hogyha naptári évre számolnánk, bár ugye arról volt szó még az AIBA versenynaptár szerint, hogy az Európa bajnokság az valamikor április környékén lesz, ez most megváltozott és augusztusi időszakban tették át, ami eléggé megnehezíti majd a felkészülés, hiszen júliusban
lesz egy európai játékok, utána augusztusban lesz egy Európa-bajnokság, és októberben lesz egy kvalifikációs világbajnokság, ami az azt jelenti, hogy a második év, második fél évet nagyon meg van telve versennyel, de nem csak az, hogy versennyel, tétversennyel, ami megnehezíti egy kicsikét a formállapotot, a felkészülést, de hát megoldottunk már nehezebb problémát is, remélem, hogy ezt is meg fogjuk tudni oldani. Elindult ugye az a hullám az alapozó időszakkal, tehát ez ugye ment ez a szeptember, október, utána elindult ugye volt a Magyar Bajnokság, illetve volt egy nemzetközi Tampere tornánk, most szintén a Magyar Bajnokság után van egy nagyon picike idő, szünetre, és januártól beindul az a versenyidőszakra való felkészülés, megint egy rövidített alapozás, utána a Bocskai emlékverseny, és természetesen ugye a tavaszi fordulóban minden olyan nemzetközi verseny, ami egyébként a versenynaptárban a hagyományos, tehát a Zlatko Ribics, Usztina Lábern, ezek a versenyek folyamatosan mennek, és természetesen ugye az első megmérettetés, a próba, az az európai játékokon, ahol egy kicsikét már megpróbáljuk a csapatot összeállítani, megpróbálunk olyan csapatot. Ott hogy indulhatunk? Egy csúcsoportban csak egy versenyző, vagy... Minden nemzetközi világversenyen, ami ilyen tétvilágverseny, az, mint az Európa-bajnokság, világbajnokság, európai játékok, olimpia, ez még új az európai játékok, az csak azért kérdezem, hogy hát esetleg módosult. Csak egy csúcsoportonként, csak egy. És egyébként az előző időszak Európa bajnoksága volt a kvalifikáció. Ami még érdekesség, hogy ez most jött ki az AIBA-n, hírként, hogy a világbajnokságra is ugye kvalifikálni kell, tehát nem teljesen nyitott világbajnokság, tehát nem ilyen 6-700 fős nevezésekkel és résztvevőkkel, hanem a kontinentális játékok első 9 helyezettje az, aki tud indulni. Tehát azért már egy kicsikét, ugye még erősebb minőségén. A kontinens játékokon, akkor az már a világbajnokságon sem indulhat? Hát ez még nem tisztázódott, hogy név szerint vagy országra a hely lesz biztosítva. Ez egy érdekes felvetés, ezt már mi is feltettük, de hát ez még a következő időszak zenéje, hogy ezt pontosítsa az AIBA-n. Mert nem mindegy. Így van. Akkor lesz a Bocskai, megint ugye februárban szokásos, és ahol megint mindenki elindul, és nézed árgus szemekkel, hogy akkor 2015-ben kikre lehet majd számítani. Hát így van, ez egy folyamat. Nyilván a Bocskai István emlékverseny az egy ilyen, megint egy megmérettetés, ugye volt a Magyar Bajnokság, utána egy nemzetközi megmérettetés hazai területen, és akkor utána indul el az a menedzselés, akik itt ezen a két versenyen megfelelő szintet tudtak mutatni, akkor annak a menedzselése elindul a tavaszi fordulóba, és nyilván itt a május időszakra már összeáll az a kép, akit folyamatosan utána tovább az európai játékokon, Európa-bajnokságon és a világbajnokságon fogunk indítani. Zárásként elégedett vagy 2014-es esztendővel? Mindenképpen elégedett vagyok, hiszen meg tudtuk csinálni azt, amit igazán szerettünk volna. Bár lehetett volna jobb is, lehetett volna egy-két olyan tétmérkőzés is, ahol jobban meg lehet mérni, jobban feladatot adott volna a felnőtt versenyzőknek. Ebben talán egy kicsikét hiányosságot érzek a felkészülésben, meg a munkában. De ha azt nézem összességében a magyar ökővás területén, akkor elégedetnek kell lennünk, hiszen az az eredményesség, ami az utánpótlás korcsoportban volt, az nagyon szépen jött a női ökővásban is, ugye Európa-bajnokságon eredményt tudtunk elérni, kis csalódással ugye a világbajnokság egy picikét elmaradt, az nem volt olyan fényes, de a fejlesztési programunkban is azokat a csomópontokat meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni, amit igazán szerettünk volna. Nyilván 2015 az egy új feladat lesz, nem csak szakmában, eredményességben, hanem a fejlesztési programunkban is olyan módosításokat kell tenni, ami egy új lendületet tud adni, és a 2016, akár 2020-ra előrevetítheti azt az eredményességet, amit egyébként mindannyian várunk ettől a programtól. Csúnya laikus kérdéssel. Megtanultunk már fejvédő nélkül boxolni, vagy még szokni kell, még tanulni kell? Hát én azt mondom, hogy megtanultunk, mert ez nem olyan nehéz,
de a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy azért még itt van tanulnivalónk, hiszen a magyar bajnokságon, hiszen lehetett volna ez a következő kérdésed, hogy a magyar bajnokságon miért volt annyi sérülés. Nagyon sok sérüléssel zártuk a magyar bajnokságot. Ezt azért meg is kell néznünk, és a következő időszaknak pont e hét végén, ugye az edző továbbképzésen biztos vagyok benne, hogy szó kerül erről is, hogy mik azok a hibák, vagy mik azok az okok, ami a magyar bajnokságnál ennyi szakadásos sérülést okozott, hiszen elmúlt idő